Üdvözlöm Önöket a heti TV híradóját látják. Itthonról. Lendvai Ildikó, az MSP volt elnöke a heti tévé Pirkada című műsorában egy konferencia kapcsán emlékezett meg Hornyuláról, egykori miniszterelnökről, pártelnökről. Az MSP konferenciát rendezett Hornyula és az egykori vasfüggöny lebontására is emlékezve. Ezen a rendezvényen még szó volt többek között arról is, hogy mi lehet az MSP-nek a baloldalnak szerepe a modernizáció korában. A világ baloldala már 200 éve keresi az aktuális választ, egykor Horn Gyula adott egy választ, mely szerint az előrehaladás, a nyugatosodás, mint modernizáció elválaszthatatlan a baloldali értékektől. Ő úgy gondolta, akkor él majd jól a kiszolgáltatott ember, ha egyszer valóban létrejön a nyugatosodás, az Európához való csatlakozás. Lendvai Ildikó elmondta, az ő személyes viszonya Hornyulával vitatkozós volt. Voltak komoly vitái is, de azt megjegyezte az egykori miniszterelnökről, hogy soha nem torolta meg, ha valakinek más volt a véleménye vele szemben. Sőt, még olyan is előfordult, hogy a vita másnapján magáévá tette a vitapartnere véleményét, ami azért egy ritka vezetői képesség. Az is ritka jó tulajdonsága volt, hogy a munkatársaival tudott nagyon közvetlen is lenni. Olyan ember volt, aki mindenkire odafigyelt. Egyébként ez volt az ő egyik titka, tette hozzá a volt pártelnök. Köztudott volt Hornyuláról, hogy nagyon szerette a lakossági fórumokat. A bokros csomag kihirdetése után ment el az egyik MSP s többségű kerületbe. A munkatársai szóltak neki, hogy most éppen nagyon nem szeretik az akkori hatalmat. Horn Gyula akkor is elvállalta a szereplést, és amikor belépett a terembe, ahol több száz dühös ember volt, ő még mielőtt felült volna a pulpitusra, csak ezt kérdezte. Ugye nehéz? Ettől rögtön megváltozott az emberek hangulata. Ami az ellenzéket illeti, Horn Gyula kemény ember volt, de soha nem akarta a vita partnereit kiiktatni, őket nem feltétlenül legyőzni, hanem meggyőzni akarta. Horn Gyula soha nem mondott volna olyat az 1998-as választási vereség után, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Arra a kérdésre, hogy mit tett volna Horn a szárgentini jelentéssel, Lendva Ildikó azt felelte, biztosan megszavazta volna, mert elolvasta volna szemben azokkal, akik azt állítják, ebben migrációs ügyek szerepelnek. Azonban az is biztos, hogy nem örvendezett volna annak, hogy meg kellett volna szavaznia. A volt pártelnök biztosan elmegy a pártja által szervezett vasárnapi tüntetésre, azonban arra a kérdésre, hogy sikerül-e májusban az EP választáson növelni az ellenzéki képviselők számát, a volt pártelnök azt felelte, most biztosan olyan a jön a kormánypártok részéről, hogy ez nem lesz egyszerű feladat. Innentől kezdve és tekintve, hogy Manfred Weber, az Európai Népárt frakcióvezetője egyértelműen Magyarországgal szemben foglalt állást, nekünk, fideszeseknek végig kell gondolnunk, hogy lehet-e, szabad-e támogatnunk az ő csúcsjelöltségét, mondta Dajcs Tamás. A Fidesz LP képviselője szerint, amikor Weber egy hete bejelentette a csúcsjelöltségi szándékát, nem volt ellene szóló érv, és nekem is evidens volt, hogy őt kell támogatnunk. Most már nem az, és a kérdést meg kell vitatni, tette hozzá. Dajcs közölte, a néppárti frakció 40%-a ebben a kiélezett helyzetben is egyértelműen mellettünk volt. Ez jó kiindulópont. Azt hittem, 30% körül van a támogatottságunk. Visszaérkeztek az oroszországi nagyjavításról a Magyar Honvédség Mi-24-es harci helikopterei. Kollár József dandártábornok elmondta, a négy harci helikoptert a javítás során teljesen bordákra lecsupaszították és újjáépítették őket. A legtöbb berendezést újra cserélték, a gépek külsejét átfestették. A helikopterek korszerűbbek lettek, 7 évig problémamentesen repülhetnek. A Magyar Honvédség Mi-24-es helikopterei Európában is egyedülálló képességet jelentenek. Páncélozottak, kabinjuk hermetikusan zár, több mint 300 km per órával képesek repülni. Alkalmasak szállításra, szárazföldi csapatok tűztámogatással való segítésére, de nem csak katonai, hanem katasztrófa sújtott területen is bevethetők, mondta el a dandártábornok. A balatoni bortermelők aggasztónak tartják, hogy a nyaraló építések miatt is fogyatkoznak a tó körüli szőlőterületek. A probléma miatt levelet írtak Nagy István agrárminiszternek. Az agrárminiszter szerint nagyon fontos és valós problémával keresték meg a balatoni borászok Komoly veszély az, hogy akár pályázati pénzekből Présháznak épült épületek 5 év fenntartási idő után hirtelen nyaralóvá vanzsának. Súlyos probléma, hogy nyaralónak, hétvégi teleknek sokkal magasabb árfekvésben keresnek területeket vásárlók, mint szőlőföldnek, ahol a szőlővel bajlódni kell. Ez pedig a Balatoni régióban komoly gondot okoz. Ezen dolgoznunk kell, igaza van a balatoni borágazatért aggódó szőlészeknek. Mindent el kell követnünk azért, hogy azokat a területeket, amelyek bortermesztésre, szőlőtermesztésre kiválóan alkalmasak, meg tudjuk őrizni a szőlőtermelés számára, hangsúlyozta Nagy István. Külföld. Lengyelország a Magyarországgal szembeni esetleges szankciók ellen fog szavazni az Európai Intézményrendszer különböző fórumain, közölte a Lengyel Külügyminisztérium. A tárca honlapján megjelent közlemény szerint Lengyelország külügyminisztériuma aggodalommal tekint az Európai Parlament szerdai döntésére, amely támogatja Magyarország ellen az uniós alapszerződés hetes cikke szerint indítandó eljárást. Hangsúlyozták, minden EU tagállamnak szuverén joga olyan belső reformokat végrehajtani, amelyeket megfelelőnek tart. Az egyes tagállamokkal szemben indított eljárások egyedül azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok közötti megosztottság mélyüljön, egyúttal pedig az állampolgárok európai intézményekbe vetett hite tovább csökkenjen. A kaliforniai Szilíciumvölgyben dolgozó magyar kutatók és az egyre erősödő magyarországi digitális gazdaság együttműködése mindkét fél javát szolgálhatja, mondta Áder János államfő az Egyesült Államokbeli Redwood City-ben. Az államfő kaliforniai látogatása keretében a San Franciscói és környékbeli magyarság képviselőivel találkozott, többek között a Szilíciumvölgyi innovációs és, és tudományos társaság vezetőivel, a helyi magyar katolikus misszió, a magyar református egyház, valamint a San Franciscói Magyar Cserkészek és iskola képviselőivel. Az államfő fontosnak nevezte a Kaliforniai Magyar Kutatók Szervezetének kezdeményezését, amelyekkel segítik az anyagországi kollégáikat, de rámutatott arra is, a Magyar Kutatókat tömörítő szilíciumvölgyi innovációs és tudományos társaság építhet a hazai digitális gazdaság erősödésére. Lakosság arányosan Európában Magyarország ugyanis a második legnagyobb a digitális gazdaság által előállított értéket és a foglalkoztatottak számát tekintve. A köztársasági elnök a kaliforniai kutatók figyelmébe ajánlotta a hazai lendületprogramot, melynek célja, hogy megfelelő kutatási környezetet biztosítva csábítsa haza a külföldön élő fiatal tudósokat. Az Európai Unió hat hónappal március 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi integritásának megsértése és függetlenségét alásó vagy fenyegető intézkedések miatt Oroszország ellen bevezetett korlátozó intézkedéseket, közölte az Európai Unió tanácsa. Az uniós tagországok külügyminisztereinek tanácsa a helyzetértékelését követően nem tartotta indokoltnak a szankciórendszer módosítását. Az intézkedések vagyoni eszközök befagyasztásából és utazási tilalomból állnak, és továbbra is 155 emberre és 44 szervezetre vonatkoznak. Az Unió 2014 márciusa óta több lépésben vezetett be korlátozó intézkedéseket Oroszországgal szemben. Az intézkedések válaszok voltak a krím jogellenes annektálására és Ukrajna szándékos destabilizációjára. Bizalmat szavazott a szlovén parlament a választások után három hónappal a Márián Szárez által felállított bal-közép kisebbségi koalíciós kormánynak. Az ötpárti koalíció kisebbségi kabinettjét a 90 tagú szlovén törvényhozás jelenlévő tagjai közül 45-en támogatták és 34-en ellene szavaztak. A korábbi bejelentésektől eltérően a baloldal párt, amely kilenc szavazattal kívülről támogatta volna a kisebbségi kormány, tartózkodott, mert nem értett egyet egyes miniszterek személyével. Az öt párt Márián Szerec listája a szociáldemokraták Mirok Szerár ügyvivő kormányfő, modern középpártja, Alenka Bratuszek volt miniszterelnök pártja, és a nyugdíjas párt 43 szav szavazattal rendelkezik a törvényhozásban. A kormány létrejöttét támogatta még Horváth Ferenc magyar és Felicsez Dízen olasz kisebbségi képviselő is. London muszlim polgármestere elítélte az izrael ellenes plakátokat. A zsidó államot rasszizmussal vádló posztereket a brit főváros több pontján helyezték el palesztin aktivisták. Sértőnek és vandalizmusnak nevezte London polgármestere azokat a plakátokat, amiket nemrég helyeztek el a város legalább hat busz megállójában palesztin barát aktivisták. A poszterek felirata szerint Izrael egy rasszista kísérlet. Az akciót nem sokkal azután követték el, hogy a brit munkáspárt hivatalosan is antiszemitizmusnak minősítette többek között Izrael rasszizmussal vádolását. A plakátokról elsőként a London Palestine Action nevű szervezettet közé fotókat saját Twitter és Facebook oldalán, ahol több Izrael ellenes bejegyzés is szerepel. A kihelyzett plakátokat a Westminster Palota mellett a brit parlament közelében, valamint az Elfenten Castle, a Bloomsbury és a Waterloo híd környékén ragasztották ki írta a Times of Israel. Öt szállító járművet semmisítettek meg izraeli erők Cisziordánia határa mentén egy Beduin falu mellett, írt a Times of Israel. A Védelmi Minisztérium azért döntött a megsemmisítés mellett, mert a szállítókocsik mellé épült raktárak veszélyeztették a közelben lévő falu biztonságát. A konténerek megsemmisítésének a legfelsőbb bíróság is zöld, zöld utat adott. A konténerekre és szállítóeszközökre egyébként korábban palesztin zászlókat tettek ki, amivel azt próbálták szimbolizálni, hogy az érintett Cisziordániai terület nem része Izraelnek. Gazdasággal folytatjuk. A fuvarozók 15-20% közötti áremelést hajtanak végre. Jelentette be Szabó György a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke. Ezt azzal indokolta, hogy jelentősen emelkedtek a költségek, számottevően drágultak az üzemanyagok, megugrottak a kötelező felelősségbiztosítási díjak. Januártól 5,8%-kal nőnek az EU-díjak, magasabb bért kell adni a gépkocsi vezetőknek. Elmondta, hogy a fuvarozók nem ritkán önköltség alatti áron vállalnak el munkát, az átlagos haszonkulcs 2-3% ami méltánytalan. 10%-nak kellene lennie ahhoz, hogy jusson innovációra, fejlesztésekre is. Megjegyezte, sok fuvarozó most szkeptikus az áremeléssel kapcsolatban, pedig aki nem növeli a díjat, az kilátástalan helyzetbe kerül, nem tud majd bért fejleszteni, lemarad a versenyben. Az áremelés célja a jól képzett, motivált munkaerő megtartása, az európai bérek és munkafeltételek megteremtése, egyben európai minőségű szolgáltatás nyújtása. Szabó György bízik abban, hogy a jó rész nemzetközi elsősorban nyugat-európai piacokon dolgozó magyar fuvarozók áremelése nem gerjeszti a belföldi inflációt. És most időjárás jelentés. A mai napon reggel a délnyugaton és az Alföldön, majd főként észak-keleten, illetve a nyugati-délnyugati -nyugati határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar. Máshol újra a napsütés veszi át a főszerepet. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. 23-30 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a legmelegebb. Híreinkről bővebben a alttv.com, illetve a internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk viszontlátásra.